Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 7 óra, 5 perc van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a szerkesztőm Tóró Nikolett nevében is köszöntöm Önöket. Július 12-e kedd van, az Izabellákat és a Dalmákat ünnepeljük ma, na meg persze a születésnaposokat is, ne feledkezzenek meg róluk, biztosan jól esik majd nekik a köszöntés, egy kedves szó. Röviden elmondom, hogy milyen témák várhatóak a műsor első felében. Rögtön az elején itt lesz velünk Tordai Bence, a Párbeszéd frissen megválasztott férfi társelnöke, aki Karácsony Gergelytől vette át vasárnap a stafétabotot. Tőle azt igyekszem majd megtudakolni, hogy milyen irányt vesz a pártja most, hogy Szabó Rebekával közösen ők kaptak bizalmat a Párbeszéd tagságától a tisztújításon. Aztán egy kicsit nemzetközi irányt veszünk Latman Tamással. Vele annak apropóján beszélgetünk majd, hogy az Amerikai Egyesült Államok felmondta a Magyarországgal még 1979-ben kötött adóegyezményt, amiért az Orbán kormány megvétózta a globális minimumadó európai elfogadását, de hogy mit is jelent mindez Magyarországra nézve, remélem majd ő elmagyarázza nekünk. Itt lesz velünk Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke is. A szocialisták kezdeményezésére ugyanis az ellenzéki pártok az Alkotmánybírósághoz fordulnak, a pedagógusok sztrájkjogának ellehetetlenítése miatt. Kapcsoljuk majd Kelei János közgazdást, a Momentum elnökségi tagját. Az ellenzéki politikus szerint ugyanis kormányválság van ma Magyarországon, emiatt képtelen megállítani a jegybank is a forint árfolyamának drámai zuhanását. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy jelenleg 407 forinton jegyzik az eurót, míg az amerikai dollár már 406 forintba kerül. De hogy milyen megoldást javasol a jelenlegi lépések helyett, azt ő fogja majd elmesélni nekünk. Ha már válság, az óra végén szót ejtünk arról is, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik új elnöke egyeztetésre hívta a kormányoldalt és az ellenzéket a jelenlegi gazdasági helyzet miatt. Az LMP azonban bejelentette, hogy nem vesznek részt ezen az egyeztetésen. Az okokról Gály Józsefet, a párt szóvivőjét kérdezem majd. Érdemes lesz tehát minket hallgatni ma reggel is, ne tekerjenek most már sehova. Pillanatokon belül kezdünk! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Szabó Rebekát és Tordai Bencét választották a Párbeszéd új társelnökeinek a szombati tisztújításon. Bejelentették, hogy a 2024-es európai parlamenti választásra készülve felvételüket kérik az Európai Zöld pártcsaládba. Megkerülhetetlen erővé szeretnék tenni a Párbeszédet. Az új elnökség feladatairól Tordai Bencét, a Párbeszéd elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Hát először is akkor gratulálunk a megválasztásához. Szabó Rebekával közösen ugye önök vezetik a Párbeszédet az elkövetkező időszakban. Ez egy érdekes helyzet lesz, mert hát önkormányzati és európai parlamenti választások is lesznek vélhetően egyszerre, vagy hát legalábbis a Fidesz javaslata erről szól, úgyhogy ez vélhetően így is fog alakulni. Milyen stratégiával vágnak neki ennek az új helyzetnek, ami elé most állították az ellenzéki pártokat? Hát először is köszönjük a gratulációt. Nem csak társelnököket választottunk, hanem elnökségi tagokat is, és az a különlegessége ennek az új Párbeszéd elnökségnek, hogy a magyar parlamenti pártok történetében azt hiszem először női többség van egy vezetőtestületben, tehát az a feminista politika, ami a zöld pártokra jellemző, az most megmutatkozott a gyakorlatban, most már nem csak a kvóták miatt ad lehetőséget a Párbeszéd közössége ilyen nagy arányban női vezetőknek, hanem azért is, mert megmutatták, hogy mennyire alkalmasak arra a feladatra, amire most készülünk, és hát igen, ez egy nehéz feladat, ami még a rendszerváltás utáni magyar történelemben nem volt, hogy összetolják az önkormányzat és az EP választást, ami két nagyon eltérő karakterű dolog. Nyilván mind a kettőben van már tapasztalatunk. Egyrészt az önkormányzati választások 2019-ben az ellenzék eddigi legnagyobb sikerét hozták a Orbán rendszer alatt. Ekkor lett a Párbeszéd társának a Karácsony Gergely főpolgármester, és hát arra készülünk, hogy megőrizzük és bővítjük a pozícióinkat. Éppen Karácsony Gergely fogja vezetni a Párbeszéd felkészülését az önkormányzati választásokra. De van egy ettől
eltérő karakterű kampány, nyilván az európai parlamenti választás, és az EP szintéren is volt már párbeszédes képviselet, és arra készülünk, hogy legyen ismét. Azt láttuk, hogy Jávor Benedeknél felkészültebb zöld politikus sem előtte, sem utána nem volt az európai parlamentben magyar részről, és az látszik a magyar társadalomban egyre inkább nem, hogy fogadókészség, de elvárás, várakozás van egy komolyan vehető zöld politikai képviselet, egy zöld pólus iránt. Ezt az igényt szeretnénk kielégíteni, és meggyőződésünk, hogy minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy sikerre vigyük ezt a küldetést. Ha jól értem, akkor Jávor Benedek lesz a Párbeszédnek a listavezetője az európai parlamenti választásokon, erről már döntöttek hivatalosan is? Nem, még ott nem tartunk, hogy listát állítsunk, egyszerűen de azért csak már egy nagyon széles vagytok. Körben elismert EP képviselőről, korábbi EP képviselőről, Budapest jelenlegi brüsszeli főképviselőjéről van szó. Nem nagyon látok olyat tényleg a hazai szintéren, aki ennyire átlátná az európai folyamatokat, aki ennyire ismerni a brüsszeli politika csinálás csinyát, bínyát, és ennyire felkészült lenne a fenntarthatóság kérdéseiben. Például ő volt az, aki évekkel korábban már kidolgozta a zöld energia úti tervét Magyarországnak, hogy lehetne 2050-ig kifuttatva egy teljesen fenntartható energiagazdálkodást megvalósítani hazánkban, ami most, amikor energiaválságot élünk, eléggé egyértelmű, hogy milyen kiemelt fontosságú lenne, hogy elinduljunk ezen az úton, illetve hát már igesrég ezen az úton kéne járnunk. De volt már vele arról beszélgetés, hogy esetleg benne növekednek ilyen szempontból az ambíciók, és hogy önök is hát abba az irányba terelik, hogy jó lenne, hogyha ő vezetni a listát? Nem számítottam, hogy erre kanyarodik a beszélgetés. Ön dobta be a nevét, úgyhogy én ez... Persze, csak jelezném, hogy van egy komoly respekt, van egy komoly rajongótábora természetesen a pártban, és azt hiszem a magyar értelmiség köreiben is, tehát tényleg, hogyha számít... Azt el kell ismerni valóban, hogy azon akkor... kevés ember közé tartozott az Európai Parlamentben az ellenzéki politikai, akinek látszott a tevékenysége érdemben, tehát ez mindenképp járvan Benedek mellett szól. Így van, tehát hogy az EP választása is azt hiszem, hogy teljesen megalapozott, hogy egy jó kampánnyal felkészülten tudjunk odállni, és azt hiszem, hogy akkor jönnek az eredmények. Tehát azok, akik nem fordultak el a politikától, akik még követik, hogy mi zajlik kis hazánkban, azok szerintem fognak tudni jó döntést hozni. De két év múlva történik ez, messze van, addig még sok víz lefolyik a Dunán, bár egyre kevesebb, ahogy csökkennek a vízhozamok az asszályban, a szárazságban, ebben a klímakatasztrófában, amiben vagyunk. Úgyhogy nagyon sok teendő van még addig hátra, minden esetre mi most elkezdjük a felkészülést, mert nagyobb más dolgunk, ugye úgy sincs, mint hogy most mindenkinek magára kell fókuszálni, megtalálni a hangját, megtalálni az önazonosságát, félretenni egy kicsit azokat a kompromisszumokat, amiket meg kellett kötni mondjuk egy közös programalkotás során, és talán bátrabban és radikálisabban képviselni a zöld rendszerkritikus álláspontokat a magyar közélet vitáiban. Társelnök úr, már csak másodpercénk vannak hátra, de két dologra nagyon röviden mindenképp rá szerettem volna kérdezni. Az egyik az, hogy ezt így nehéz elmagyarázni a rádióhallgatóknak, de azért igyekszem valahogy szemléltetni a dolgot, úgymond, hogy ilyen oximoront használjak, hogy ön azon a sajtótájékoztatón, ahol kiálltak először és bejelentették, hogy ki lesz a Párbeszédnek a megválasztott társelnöke, hogy feltűrt ingújban jelent meg a sajtótájékoztatón. Ez már mutatja, hogy akkor neki veselkedett a munkának? Igen, neki gyűrkőzünk, az biztos, tehát tegnapi nap már nagyon kemény volt, és egy masszív szervezeti építkezéshez készülünk, úgyhogy lehet, hogy túl is öltöztem a fehér inggel, tehát ez most a rakkolós időszak, amikor felgyűrjük az ingújat, és oda tesszük magunkat, nagyon sok munka áll előttünk, az ellenzék nincs nagyon jó szervezeti állapotban, a Párbeszédnek ezen belül is nagyon sokat kell erősödnie, de jó alapról indulunk, két héttel ezelőtt egy majdnem 10%-os eredménnyel végeztünk egy önkormányzati választáson, én azt hiszem, hogy ahol neki gyűrkőzünk, ott jönni fognak az eredmények. És van tényleg társadalmi támogatottsága a zöld gondolatnak. Most, hogy frissen ön lett a megválasztott társelnöke a Párbeszédnek Szabó Rebekával közösen, már megkapták Gyöngyösi Márton levelét arra vonatkozólag, hogy ugye a Jobbik frissen megválasztott elnöke egyeztetésre hívta az ellenzéki és a kormányoldali szereplőket a gazdasági helyzet miatt?
megkaptuk a meghívást, és minden valószínűség szerint képviseltetjük magunkat, mert azt gondoljuk, hogy amíg nekünk van egyértelmű jó megoldásunk erre nagyon nehéz helyzetre, a Fidesz kormány bénakacsaként viselkedik, a hadgazdasági miniszterből egynek sincs működőképes megoldása erre a megélhetési válságra, ami elsősorban egy élelmiszer és energiaválság, ebből is látszik, hogy zöld megoldásokra van szükség. Az elmúlt percekben Tordai Bencét, a Párbeszéd frissen megválasztott férfi társadalmakét hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát további jó munkát önnek. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az Egyesült Államok felmondta a Magyarországgal 43 éve megkötött a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást. Tudatta Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Politikai nyomásgyakorlást elutasító nyilatkozatot fogadott el hétfőn a Parlament Gazdasági Bizottsága, de a nyilatkozatban nem említik az Egyesült Államokat. Hogy mi lehet a következménye a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondásának, arról Latmon Tamás nemzetközi jogásszal beszélt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát talán érdemes ezzel kezdeni, hogy ugye a globális minimumadó bevezetése ellen ágált a magyar kormány. Ez sokáig nem volt így, mert korábban egész támogatólag léptek fel, de végül megvétózták ennek a bevezetését, amelyre reakcióul az Amerikai Egyesült Államok felmondta Magyarországgal még 1979-ben kötött adóegyezmény. Milyen hatásai vannak ennek? Most ne is feltétlenül a gazdasági részébe menjünk bele, én legalábbis nem érzem annyira kompetensnek magamat ebben a témának, de mindenképp diplomáciai vagy külpolitikai szempontból nagyon érdekes fejlemény, hogy valami olyan dolgot, amit még annak idején Kádár Jánossal ütöttek le az amerikaiak, azt Orbán Viktorral felmondják. Ez egy találó összevetés, egyfajta történelmiséget ad ennek a problémának. Azért azt érdemes rögzíteni, hogy ugye ennek az egyezménynek, ez az egyezménnyel már maguk egyébként a szerződő felek sem voltak rendszerváltástani időszakban tökéletesen elégedettek, úgyhogy ezt elvileg 2010-re ugye újra is tárgyaltak bizonyos jelentős kérdéseket, és az egy újabb szerződés formájában meg is született, csak utána ez a szerződés soha nem lépett hatályba, mert az Egyesült Államok szenátusa ugye ennek a ratifikációját a mai napig nem végezte el, ez egy 2010 óta húzódó történet. Azt kell mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államok történetében egyébként nagyon sok ilyen nemzetközi szerződés van, ami a szenátusi ratifikáció elmaradása miatt nem lép hatályba, tehát ennek különösebb jelentőséget most nem kell adni, és különösen nem kell ezt a másik szerződést hozzákötni az Orbán kormányhoz semmilyen dimenzióban. Ez egy ilyen, az amerikai szenátusnak egy ilyen régi játéka. Nagyon-nagyon sok nemzetközi szerződés került erre a sorsra. A lényeg az, hogy de ez inkább ez szerződés... akkor, ha jól értem, akkor a konkrétumok helyett ez inkább egy ilyen szimbolikus dolog. Én inkább egy szimbolikus elét látom most ennek a döntésnek. Azt is érdemes hozzátenni, hogy ugye alapvetően az, amit a Orbán kormány vétózott az Európai Unión belül, ugye a felvezetőben hallottuk helyesen, hogy korábban, mintha egyetértén látszott volna vele, ehhez képest megváltozott a véleménye. Itt nem igazán az történt, hogy ennek a dolognak egy átfogó globális nemzetközi szerződés az alapja a globális minimumadó ötletének, ami ugye alapvetően a különböző adózással kapcsolatos visszaéléseket próbálja megakadályozni globális szinten. Ennek a nemzetközi szerződésnek az alapján kialakítható különböző megoldások egyike a globális minimumadó. Az Orbán kormány annak idején ezt a nemzetközi szerződést támogatta, alá is írta annak idején, de utána az ebből derivált globális minimumadó gondolatával már nem ért egyet, és ennek köszönhető ez a vétó az Európai Unión belül. Most a globális minimumadó kérdését szerintem, bár ebben természetesen mindenkinek lehet önálló véleményalkotási joga, szerintem nem feltétlenül érdemes másként látni, mint ami. A globális minimumadó gondolata függetlenül attól, hogy mit gondolunk róla, alapvetően az egy politikai baloldalhoz köthető gondolat, tehát igazából nem is meglepő annyira, hogy az Orbán kormány ezzel nem akar azonosulni, plusz erre jönnek rá azok a valóban létező gazdasági és egyéb érdekek, ahol aztán megint mindenki azt gondol, amit akar, ebben én is jellemzően elég kritikus vagyok az Orbán kormány gyakorlatával szemben.
milyen befektetőket vonzanak Magyarországra, milyen feltételekkel, milyen eszközökkel, milyen adókedvezményekkel, milyen típusú tevékenységre, stb. Stb. De az Orbán kormány ezt látja veszélyeztetettnek abban az esetben, hogyha ők nem alkalmazhatnak mindenféle egyéni adókedvezményeket mindenféle befektetők tekintetében. Ennek az adókedvezmények rendszerének egy eleme az, hogy például Magyarországon alacsony a társasági adó, és hát így ez természetes, hogy a globális minimumadó gondolata az itt náluk nem szimpatikus, és ebből jön az ellenkezés. És erre válaszként született meg valóban ez a fajta intézkedés, hogy akkor ezt a régi adóegyezményt, ezt akkor az Egyesült Államok úgy döntött, hogy felmondja Magyarország tekintetében. De ez lényegében egy politikai adókapokként írható le nyugodtan. Ugye itt a globális minimumadó megvétózása kapcsán azzal érvelt a magyar kormány, és hát többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyi miniszter is, hogy hát elfogadhatónak tartják alapvetően a koncepciót, vagy az elgondolást, de hát a probléma alapvetően az vele, hogy a globális technológiai nagyvállalatok azok nem adóztathatóak meg azokban az országokban, ahol a bevételük keletkezik. Ugye korábban lehetett már hallani arról, hogy valamilyen fajta szabadságharcot vívnak a Facebookkal és egyéb más ilyen globtech cégekkel a kormány egyes szereplői, aztán ezek a ügyek később nem materializálódtak abban, hogy mondjuk esetleg valamilyen fajta törvényjavaslatot nyújtsanak be. Ugye azt mondták, hogy az Európai Unióra várunk, valamilyen fajta közös szabályozásra, de ebben is az érvrendszerben tulajdonképpen ez hangzik el, hogy hát azért nem támogatják, mert kimaradtak ezek a szereplők belőle. Ez egyébként egy akceptálható érv, tehát hogy elfogadható, hogy emiatt vétózták meg, mert ők alapvetően a koncepcióra nem mondják azt, hogy elhibázott, ugye Magyarországon 9% körül mozog az az adózás, amit ezeknek a nagy árbevételű cégeknek általában fizetniük kell. Ugye most a globális minimumadó esetében ez 15% lenne. Nehéz megítélni azt, hogy ténylegesen a nagy tech cégekkel milyen viszonyt ápol a kormányzat, mert ahhoz képest, hogy állandóan harcokat hirdetnek ellenük, ehhez képest milliárdokat öntenek beléjük közpénzekből, mondjuk Facebook hirdetések finanszírozására például. Hát vagy amikor vissza nem térítendő állami támogatásokat kapnak 20 évre. Igen, én alapvetően ezt nehezen tudom értelmezni, hogy itt most a nagy tech cégekkel szembeni, meg a különböző szervezetekkel, meg cégekkel szembeni támadások hogy néznek ki. Ezek szerintem ilyen politikai termékként működnek. Sokkal inkább, tehát ezt akként is kell kezelni. Egyébként pedig ugye ezek meg a szervezeteknek a tevékenységére is, ami olyan az adóztatható, és ezt adóztatják is, hát nem társasági adó formájában mondjuk. Mint ugye az a kérdés, hogy mi az az ötletet, ami alapvetően ennek a globális egyezménynek az alapján született, még ugye a globális minimumadó mellett, azt a gondolatot, hogy legyen egy egységes, nagy globális szintű, az államok által koordinált fellépés arra nézve, hogy a gazdasági társaságok, és való igaz, hogy itt alapvetően nagy cégekről van szó, hiszen az átlag magyar kisbetéti társaság nyilván nem működik nemzetközi szinten és több államban, tehát természetes, hogy nyilván itt nagyobb cégekről van szó. Tehát ezek, hogy mennyire legyenek adóztathatók és hogyan, meg milyen formákban, ebben természetesen lehet kimunkálni politikai kompromisszumot. A globális minimumadóval a kormánynak az a problémája konkrétan, hogy ha ezt be kellene vezetni abban a formában, ahogy jelenleg például az Európai Unió gondolkodik benne, akkor a magyar államot bizony elveszít egyfajta befolyásolási, befektető vonzó képességet, ami ugye az egy oldalon megállapítható, az átlaghoz képest nagyon alacsony társasági adó formájában jelentkezik, és ezt nem szeretné a kormány. Tehát ebből a szempontból a maga koordináta rendszerében teljesen érthető az, hogy ellenkezik ezzel a dologgal. Most az, hogy erre például az Egyesült Államok ezek után egy ilyen eszközzel él például, hogy a kettős adóztatást kizáró vagy tiltó egyezményt hatályon kívül helyezi, ennek bizony lehet olyan hatása, és már arról volt szó, hogy ne beszéljünk a gazdasági hatásokról, de erről nem is fogok részletesen természetesen, de a piacon a magatartás, a befektetői magatartás változása az prognosztizálható belőle. Adott esetben nagyon sok olyan mondjuk amerikai cég lesz, vagy Amerikában is tevékenységeket nyújtó szolgáltatás, vállalkozás,
akinek a számára ezek után például az nem lesz opció, hogy Magyarországon telepedjen le, mert hogyha mondjuk emiatt az egyezmény hatályon kívül helyezése miatt hirtelen mind a két államban mondjuk társasági adófizetési kötelezettsége vagy egyéb adófizetési kötelezettsége keletkezne, akkor logikusan az már nem éri meg. Tehát egy ilyen hatása mindenképpen lehet ennek az egyezménynek, ez egyik kalkulált hatása többek között, azért is lépett így az amerikai kormányzat. Rohamosan fogy a műsoridő, körülbelül egy percünk van még, de arra mindenképp szerettem volna rákérdezni, hogy van egy egészen másfajta értelmezése is ennek az egész vétó dolognak. Ellenzék részéről is elhangzott, meg különböző kormánykritikus sajtótermékekben is írtak arról, brüsszeli forrásokra hivatkozva, hogy tulajdonképpen ez az egész vétó nem is a globális minimum adóról szól, hanem ez abba az orbáni stratégiába illeszkedik bele, hogy itt valamilyen fajta nyomást helyez az unió szereplőkre annak érdekében, hogy aztán majd később visszavonva a vétóját esetleg máshol kizsaroljon, vagy kikönnyököljön magának valamit, ilyen tárgyalási alapot. Erre nem tudok egyértelműen azt mondani, hogy ez biztos, hogy így van, biztos, hogy nem így van. Van benne ráció, abszolút van benne ráció. Ugye jelenleg a magyar kormánynak és az Európai Uniónak, meg a különböző Európai Uniós intézményeknek, meg politikai köröknek valóban van annyira feszült a kapcsolata bizonyos nagyobb kérdésekben, elég, hogyha mondjuk a helyreállítási alapból visszatartott pénzekre gondolunk, ahol aztán lekerült már a kesztyű szerintem a két fél kezeiről, és innentől aztán tényleg ez teljesen elfogadható, bocsánat, lehetséges, nem kizárható értelmezése a dolgoknak. Sajnos nekem nincsen közvetlen betekintésem a magyar kormány gondolkodásába, lehet, hogy mentál higiénés okokból ez jobb is, hogy nincs nekem ilyenem, tehát nem tudom megerősíteni a dolgot, de abszolút van benne ráció, ez egy abszolút logikus forgatókönyv sajnos. Az elmúlt percekben Lattman Tamás nemzetközi jogász volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket. További szép napot önnek. Köszönöm, további szép napot. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki együttműködés pártjai a pedagógusok sztrájkjogának csorbítása miatt. Az MSZP által kezdeményezett beadvány célja, hogy elérjék a tanár sztrájk ellehetetlenítését tartalmazó szabályozás megsemmisítését. Kunhalmi Ágnes, a párt társelnöke szombati közleményében kiemelte, a sztrájk a magyar és a többi európai uniós tagállam alkotmánya alapján is alapvető jog, amitől sem a pedagógusokat, sem másokat nem lehet alapos alkotmányos indok nélkül megfosztani. A beadvány részleteiről Kunhalmi Ágnessel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát az elmúlt időszakban már született pozitív ítélet az Alkotmánybíróság részéről ellenzéki beadványra, ugye a Balaton beépítésével kapcsolatban. Most is hasonlóan pozitív elbírálásra számítanak? Hát én vidakodó vagyok. Igen, az MSZP kezdeményezte a Balaton törvénnyel szembeni kifogásait is az Alkotmánybíróságnál, is egy rész sikert, a 30 méteres beépíthetőségnek az eltörlését sikerült elérni, persze nem visszamenőleg, tehát az oligarchák, akik már elkezdték az építkezéseiket, meg a térfoglalásukat, ők továbbra is garázdálkodhatnak a parton, meg hogyha egyébként nemzetgazdaságilag kiemelt területté tesznek egy-egy területet, de azért mégiscsak egy rész siker, és mindent meg kell tenni egy ilyen autoriter rendszerben, hogy megmentsük azt, ami az embereknek jár, ugye nemzeti kincsünk a Balaton, és az mindenkinek jár, nem lehet egy szűk körnek kisajátítani. Ugyanebből kifolyólag, tehát pozitívan állok ahhoz, és reményteljesen, de nem csak én, hanem az MSZP-sek, hanem a társaink is, a ellenzéki társaink, akik aláírták ezt az alkotmánybírósági beadványt, hogy egy alapvető jog, a sztrájkhoz való jog ne sérüljön, és nem lehet a pedagógusoktól elvenni azt a lehetőséget, hogy tiltakozzanak bármelyik kormány ellen. Nem csak hazai, hanem egyébként nemzetközi vagy uniós dokumentumok is rendelkeznek a sztrájkhoz való jog kapcsán. Abban az esetben, hogyha esetleg az Alkotmánybíróságnál valamilyen oknál fogva nem állna meg a beadványuk, akkor nemzetközi fórumokhoz is fognak fordulni? Igen.
Igen, persze, hogy kezdeni minden lehetőséget meg kell próbálnunk, persze, de én bízom abban, hogy azért ez nagyon durva korlátozás, amit csinálnak, szinte-szinte semmilyen lehetőség nincs a sztrájkra, olyan belső korlátozó szabályokat alakított ki a pedagógusokkal kapcsolatban a kormány. Én nem értem, hogy miért tartja őket ekkora ellenségnek, meg miért kötözködik velük ennyire. Érthetetlen számomra, de hát vagyis, hogy érthető, mert ennek a rendszernek a sajátja, hogy akik velük szembe fordulnak, vagy kritizálják őket, azokat meg kell próbálni valamilyen módon elfojtani. Ami nagyon érdekes az az, hogyha már itt a nemzetközi fórumokról beszéltünk, hogy nem csak az európai helyreállítási alap, hanem például ugye ezek a 7 éves ciklusban adandó fejlesztési források kapcsán is uniós dokumentumokban szerepel a magyar oktatás helyzete, például a szegregáció csökkentése, a társadalmi mobilitás javítása, vagy az, hogy a pedagógusok bérét emeljék meg. Tehát, hogy tényleg van egy nemzetközi nyomás is a magyar kormányon, hogy abban az esetben kapnak uniós forrásokat, ha ezeket a dolgokat teljesítik. Önök örülnek alapvetően annak, hogy az unió részéről is van egy úgymond ilyenfajta törekvés? Azt kell megérteni ilyen esetben, hogy ez nem a Brüsszelnek és az Európai Uniónak az érdeke. Ez a magyar társadalom és az egész magyar nép érdeke, hogy egy országban egészséges, képzett, magas hozzáadott értéket termelő fiatalok és abból erős, képzett, munkavállaló felnőttek legyenek. Ehhez pedig jó közoktatás kell. Az, hogy egyébként több mint 10 000 tanár hiányzik a rendszerből, hogy mérhetetlenül alacsonyak a pedagógus bérek, hogy az elmúlt 10-12 évben tulajdonképpen olyan szinten tacsra tették a magyar közoktatást, hogy már most a kormány se tud vele mit kezdeni. Fogalma sincs, hogy egyébként hogy lehetne ebből a gödörből, amit ő maga csinált, és a problémává, most már az közoktatás legnagyobb bajává, problémájává maga a kormányzat vált. Nem tudnak vele mit kezdeni, az, hogy a belügyminiszterhez rakták, és ide-oda dobálják ezt a területet, és megpróbálják a források hiányát, és a kormányzati tudás hiányát, amit az iskolával kellene csinálni Magyarországon, rendészeti eszközökkel pótolni. Ez bizony azt bizonyítja számomra, hogy egy félperifériás országban nem cél az, hogy ez az ország kilábaljon abból a gödörből, amiben van, és közeledjen a nyugat-európai életszínvonalhoz, hanem az ugyanabba akarja, kiszolgáltatottságba akarja tartani Orbán, amiben nagyon-nagyon régóta van. És hát ugye itt a legnagyobb problémája a kormánynak jelenleg, és minden műsor erről szól önöknél is, hogy nem jön a pénz gyakorlatilag az Európai Unióból, ami járna Magyarországnak, egyetlen és a magyar embereknek egy pici dolgot kér, vagy nagyon-nagyon kevés dolog van, amihez köti. Az egyik például az, hogy antikorrupciós lépéseket tegyen a kormány. Ezt már rég meg lehetett volna tenni, és legyen egy némiképp demokratikusabb Magyarország, és a harmadik az, hogy azért a közszolgáltatásokat, a jóléti rendszereket, mint például az oktatás, nem szabad teljesen hagyni lepusztulni. De még egyszer mondom, ezek a monitoringok, amelyek Magyarországról szólnak, ezt kormányzati és független szervek állítják össze. Ki az a Spirit FM hallgató? Vagy ki van ma Magyarországon, aki megkérdőjelezni azt, hogy nem egy jó cél, hogy a magyar tanárok kapjanak több pénzt ebben az országban? Hát Orbán Viktor is beígért a parlamentben, ugye 3x10%-os béremelés, majd meglátjuk, hogy ebből lesz-e belőle valami, mert hát olyat már láttunk, hogy a politikusok ígérgetnek, de aztán az, hogy ebből mi konkretizálódik, és hogy mi az, ami megérkezik utalás formájába az ember számlájára, az már egy másik kérdés. Viszont, hogyha már így beszéltünk erről a témáról, egy kicsit evezünk hazai vizekre, és azon belül is az ön pártjára. Nem tudom, szokott-e olvasni Mandinert? Ez most nem egy reklám. Mesterházi Attila pártársa nemrégiben egy hosszú interjút adott az újságnak, és hát már nem ebben a témában hívtunk, tehát mégiscsak ön a pártárselnöke. Van ott valamilyen fajta nyilatkozattételi rend azért önöknél is, hát elég keményen fogalmazott a korábbi elnökük, miniszterelnök jelöltjük, ugyanis Mesterházi Attila azt mondta, hogy az MSZP politikai értelemben a haláltusáját vívja. Fölhívta ezek után, beszéltek, leszitta esetleg, hogy hát Attila, ne nyilatkozzál már ilyeneket róla. Na most tegnap szintén nyilatkoztam önöknek ugyanebben az idősávban, csak az egészségügyről, és
kicsit dezsavú érzésem van, mert Lampi Ágnes kolléganő ugyanezt megkérdezte. És én ugyan elmondtam neki, hogy mit gondolok erről, de mivel én kedvelem nagyon önt, így megteszem, hogy velem köszönöm azt mondom, hogy tegnap meghallgathatták. Egyrészt, Mesterházi Attila, amikor pártelnök volt, akkor nagyon hangosan kikelt magából, amikor hasonlókat tettek az akkori politikusok, és én akkor nagyon egyetértettem, amikor pártelnök volt Mesterházi Attila, hogy ilyet nem lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy az MSZP egy nagy múltú, saját integritással rendelkező közösség, és a hazai baloldal egyetlen baloldali szervezete. Tulajdonképpen nem a pártot járatják le, akik régen, jelenleg vagy a jövőben ilyet csinálnak, hanem önmagukat. Én azt hiszem, hogy ennél többet nem érdemes ez. Az MSZP jól van, dolgozik, mindent megtesz annak érdekében, hogy képviselje a hazai baloldali embereket, és együttesen az ellenzék többi szereplőivel valamilyen módon alternatívát nyújtson továbbra is, önmaga is, és együtt is a NER-rel szemben. Ugye szeptemberben lesz vélhetően a pártnak a tisztújítása, arról már októberben végül. Lehet már arról valamit tudni, hogy önben növekszik az ambíció arra vonatkozólag, hogy újra fog indulni a női társelnöki pozícióért. Egyáltalán az, hogy ez a társelnöki struktúra megmarad, ugye volt itt egy bejelentkező Újhelyi István, aki végül aztán visszalépett ettől a jelöltségtől. Tehát, hogy olyan túl sok ember jelenleg nem is aspirálja magát az MSZP vezetésére. Van egyáltalán értelme így a társelnöki rendszer fenntartásának, és ön esetleg indul-e majd a tisztújításon? Szerintem van értelme, és jó döntést hozott az MSZP, amikor ezt a szisztémát bevezette. Szeptemberben fogunk jelezni. Tehát én nem fogom a nyilvánosság előtt sem, én sem a társaim, vagy aki a nyilvánosság elé ment, az már úgy látom, hogy tehát, hogy önjelöltek, meg ilyen, akik szeretnének, az természetesen tök normális szerintem, hogy ilyenkor egy tisztújítás előtti időszakban jelentkeznek. Az is normális, ha valaki visszalép, bár ennek is nyilván megvannak a maga okai, de én szeretném először majd szeptemberben a tagsággal közölni a saját döntésemet, és aztán természetesen, miután ezt megtettem önökkel is. Ma egy ekkora vereség után az egész ellenzéki oldalon tovább csinálni higgyel nehezebb. Nincsen félrelépni, vagy lelépni, vagy azt mondani, hogy köszönöm, akkor most ezt nem csinálom. A felelősség minden pártvezetőben nagyon nagy. Nem akkor kell igazából talpon lenni, amikor minden rendben van egy országban, és a hazai baloldalban, és amikor nincsenek társadalmi különbségek, amikor jól megy az oktatás, az egészség, ugye a baloldali értékek érvényesülnek egy magyar, vagy egy társadalomban, akkor kell igazán harcolni, talpon lenni és küzdeni, bármilyen nehéz is, amikor bizony és sérülnek a társadalmi igazságosság, a szolidaritás, az esélyegyenlőségnek az alapvető értékei, amely alapvető érdeke a magyar embereknek, hogy ezek érvényesüljenek. Úgyhogy fogom önöknek jelezni, megígérem szeptemberben mindenféleképpen, akár önöknek elsőként. Szaván de fogom. A pártom lesz az első, és utána a nyilvánosság terén. Szaván fogom fogni. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnökét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket, és hát főleg az, hogy újra válaszolt arra a kérdésre, amit már hétfőn a kolléganőm feltett. Én abban a korai órában, ha nem muszáj, nem keltem fel, ezért lemaradtam az adást. De így most meg fogom hallgatni a kollégákat is. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Minden jó, szép reggelt mindenkinek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Kele János szerint Magyarországon ma kormányválság van. Úgy látja, a jegyban képtelen hatással lenni a forint árfolyamára. A zuhanás megállíthatatlan. Mint írta, a forintválság valójában kormányválság. A megoldás a gyors, halaszthatatlan lépéseket követel. Ennek előmozdítására három javaslatot fogalmazott meg Facebook oldalán. Kele János közgazdászt, a Momentum elnökségi tagját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is! Hát az ön diagnózisa tulajdonképpen az, hogy a forinttal kapcsolatos válság az összefügg a kormány megítélésével. Mire alapozza ezt az állítást? Ugye hát alapvető esetben a jegybankoknak van hatása egy ország valutájának az árfolyamára, tehát kamatemelések, illetve devizatartéknak a felhasználásával tudja ilyenkor a jegybank az árfolyamot mozgatni. De most Magyarországon az utóbbi időben nagyon markáns, nagyon agresszív kamatemelések történtek, amely teljesen felülírták a korábbi időszaknak a hosszú időn keresztül tartott nagyon laza kamatpolitikáját, és ezek sem voltak képesek megállítani a forint árfolyam
meredek, nagyon gyors zuhanását, amit a 400-as, meg most már 410-es tartományban lökte az euróhoz képest a forintnak az árfolyamát. Azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy valójában túl vagyunk azon a ponton, ahol egy bank még képes befolyásolni érdemben a forint árfolyamát. Valójában arról van szó, hogy a nemzetközi piacok a kormány válságkezelési stratégiáját, teljesítményt árazzák be, és leginkább annak köszönhető ez a nagyon-nagyon gyenge forint árfolyam az euróhoz képest, hogy még mindig húzódik egyedül országként, Magyarország nem volt képes megállapodni az Európai Unióval a helyreállítási alappénzeinek a lehívásáról. Valójában az ez által okozott bizonytalanság az elsőleges kiváltók a forint árfolyamának. Ez elválaszthatatlan szerintem a kormány teljesítményétől, a kormány válságkezelésétől, a kormány nemzetközi működésétől. Korábban azért a kormánykritikus attitűddel rendelkező közgazdászok már, ha lehet így minősíteni a szakmán belül embereket, de mégiscsak azért sokszor elhangzott az ő részükről az, hogy azért a jegybankkal is probléma van abban, hogy például megkésett az alapkamat emelés. Ön szerint is hibázott itt Matolcsy György és csapata, hogy ők is rosszul mérték fel a helyzetet, vagy ez már tényleg csak és kizárólag Orbán Viktorék nyakába varható? Az MNB az elmúlt egy évtizedben jelentősen veszítette az ilyen fajta szakmai hitelességéből. Tehát amikor ilyen hosszú időn keresztül nyíltan hirdeti egy intézmény az unorthodox gazdasági elképzeléseket, amikor leépíti a szakmai bázisát, csökkentette jelentősen a jegybanki transzparenciát, lényegében az ezt megelőző időszakban az alapkamat szinte elveszítette az irányadó jellegét. Az MNB honlapján alig lehet megtalálni annak az egyhetes betétnek a kamatát, ami a jegybank saját bevallása szerint jelenleg a fő eszközük, úgy ez a bizonyos bubor. És ezen sajnos az elmúlt hónapokban sem sikerült nagyon javítani. A monetáris politika egyszerűen nem elég átlátható, és az inflációjának küzdelemben is én egyetértek az, hogy megkésetették meg ezeket a lépéseket. Az MNB-nek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy túlfűtötte a magyar gazdaságot, és ennek a levét hisszük most egy ilyen válsághelyzetben nagyon gyorsan értékelni kell a forint. Most, hogyha hipotetikusan feltesszük azt, hogy mondjuk a Momentum lenne kormányon, vagy az ellenzéki összefogás pártjai kerülnének döntéshozatali helyzetbe, és ön mondjuk ott egy meghatározó szereplő lenne, önök hogyan orvosolnák ezt a helyzetet? Mit kellene máshogy csinálni azt, amit Orbánék elhibáznak ilyen szempontból? Az biztos, hogy most a kulcs az EU-val való megállapodás. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a béke a megoldás a gazdasági válságoknak, azzal én egyet tudok érteni azzal a kitétellel, hogy kössünk békét mi azokkal, akikkel háborúztunk az elmúlt években, és ez pedig az Európai Unió volt. Ugye a miniszterelnök mindenféle identitáspolitikai kérdésekben elképesztően hangos vitába kezdett az Európai Unióval, és ennek jelenleg az az ára, hogy nem kapjuk meg az EU-s pénzeket, ennek jelenleg az az ára, hogy az Európai Unió nem hajlandó tovább pénzt adni arra, hogy finanszírozza a kormányfő köreinek, családjának, üzlettársainak a gyarapodását. Nagyon komoly garanciákat ad be csak pénzt az Európai Unió, és amit ugye nem régen kormányinfón is bejelentett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, tehát hogy az egyszereplős közbeszerzések számát csökkenteni fogják, az igazságszolgáltatást úgy alakítják át, hogy korrupciós ügyekben a bíróság is dönthet a nyomozás elrendeléséről, hogy szűkítik a rendkívüli jogalkotást, és az, hogy a helyreállítás alappénzének a jelentős részét energiafüggőség enyhítésre fordítják majd. Ezek momentumos javaslatok voltak az elmúlt 2-3 évben, az EP képviselők folyamatosan erről kommunikáltak, ezeknek a nagy részét mi határozati módosító javaslatban a parlamentben is benyújtottuk. Ha a Momentum lenne kormány, lett volna kormány az elmúlt években, akkor ezeket most nem kell kikényszeríteni az Európai Uniónak, mert teljesen egyértelmű lenne, hogy ezek nélkül nem lehet hatékonyan, igazságosan és szabályosan uniós pénzt osztani Magyarországon. Ez csak a kezdő lépés, tehát ezek a nagyon-nagyon minimális dolgok, ezekben valójában a szakmai körökben nagyon régen egyetértés van. A politikai szándék hiányzott ezeknek a végrehajtására eddig. Én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal jobb helyzetben lenne Magyarország, hogyha ez a válság nem úgy érte volna az országot, hogy háborúban áll, vagy hadban áll, vagy vitában áll az Európai Unióval folyamatosan, hogy egyedül mi nem férünk hozzá ehhez a hatalmas mennyiségű helyreállítási alaphoz, és egyszerűen nem tudjuk arra használni ezeket a pénzeket, amire valójában alkalmasak lennének, vagy amire valójában az Európai Unió biztosítja őket, arra, hogy a magyar emberek, a magyar vállalkozások, a magyar lakosoknak a hasznára és a javára fordítsuk őket beruházásokkal. Ez egy történelmi hiba, én azt gondolom a kormány részéről.
Ami külön érdekesség volt egyébként, hogy a sajtóban arról lehetett olvasni, hogy ezek, amik a kormányi infón most új, úgymond bejelentéseknek számítottak, azokat elvileg már fél évvel ezelőtt megígérték Brüsszelnek, tehát ilyen szempontból azért számukra nem volt olyan új információ, és hát vélhetően, hogyha fél év alatt nem volt semmilyen fajta érdemi előrelépés, az azért nem hangzik túl jól abban a tekintetben, hogy mikor fognak megérkezni ezek az uniós források, és hogy tényleg sikerül-e megállapodni, de mindenképp figyelemmel fogjuk követni ezt a vitát. Arra szerettem volna még röviden rákérdezni, mert körülbelül olyan fél percünk maradt, tehát tényleg csak egy rövid reakciót kérnék öntől, hogy a Nézőpont Intézet kikutatta azt, hogy a magyar lakosság döntő többsége, 61%-a elégedett a kormány teljesítményével ebben a gazdasági helyzetben is. Önök hogyan kommentálják ezt a dolgot? A Nézőpont Intézetnek a kutatásaira korábban is meg lehetett győződni, hogy megint is érdekes viszonyban állnak a valósággal, én ehhez ennyit fűznék csak. Az elmúlt percekben Kele János közgazdász, a Momentum elnökségi tagját hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Gyöngyösi Márton a Jobbik elnök elmondása szerint levelet küldött valamennyi parlamenti párt frakciójának, ellenzékinek és kormánypártinak egyaránt, hogy üljenek össze és beszéljenek arról, hogyan oldhatnák meg a kialakult gazdasági helyzetet. Ungár Péter, az LMP frakció vezetője, hétfőn közösségi oldalán jelezte, hogy az LMP nem kíván részt venni az egyeztetésen. A miértekről Gál Józsefet, az LMP szóvivőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát szóvivő úr, már megint az LMP az, amely itt szétfeszíti az együttműködés kereteit, ugye Gyöngyösi Márton a Jobbik frissen megválasztott elnöke nagy nemzeti egységet hirdetett, és meghívta a kormányoldali és az ellenzéki szereplőket is, hogy üljenek össze, dugják össze a fejüket, és gondolkozzanak arról, hogy erről a katasztrofális gazdasági helyzetből hogyan lehetne elmozdulni, milyen megoldások vannak, de hát Ungár Péter, az LMP frakció vezetője bejelentette, hogy ők nem lesznek ott. Miért tartják távol magukat ettől? Nem hiszem, hogy az LMP feszíteni ezt a dolgot. Ugye az első az Gerencsér Ferenc volt, aki kikötötte, hogy támogatja az ötletet, de legyen jelen a kormányfő is, meg az MNB elnöke és minden gazdasági miniszter. Nagyon jól tudjuk, hogy ebben a játékban a Fidesz nem fog részt venni és nem fog eljönni. Ezért mondtuk mi is azt, hogy mi sem megyünk el, hiszen az elmúlt két évben pontosan láttuk, hogy mi lett az eredménye annak, amikor az ellenzéki pártok összeültek, tartottak órás sajtótájékoztatókat, egymás után két percben elmondták nagyjából ugyanazt az Orbán rendszerről, és akkor mindenki hazament. Az elmúlt két évben az ellenzék semmi más nem csinált, mint hogy megpróbálta eltüntetni a különbségeket az ellenzéki pártok között. Ez azzal járt, hogy 18-hoz képest 22-ben 1 millió szavazóval kevesebb lett az ellenzéki térféle. Az LMP azt mondja, hogy igenis minden pártnak most a saját szavazói után kell hajtania. Én megértem Gyöngyösi Márton próbálkozását, egy frissen megválasztott pártelnök. Be kell kerülni a hírekbe valamivel. Pontosan is valamit fel kell mutatnia, de az LMP a választás után kijelentette azt, hogy köszönjük szépen, ez, amit csináltunk eddig, ez egy hibás megoldás volt, mi ezen túl a választóinkhoz szeretnénk beszélni, és a választóink problémáival szeretnénk foglalkozni, például azzal, hogy a pedagógus bérek és a közszolgák bérek, amik a segge alatt vannak, és ezeket azonnal emelni kell, vagy már be kellett volna vezetni 2-3 hete a klímabérletet, és mindenkit átterelni, akit csak lehet a tömegközlekedésre, az autós közlekedésről ilyen benzinárak mellett. Ungár Péter Facebook posztjában egy másik érdekes megjegyzés is volt, ami arra vonatkozott, amit egyébként én hát nyilván empirikusan is tapasztaltam már korábban, sőt, amikor újságírói vagy közéleti tevékenységem bármilyen szerepében voltam, sokszor fel is hívtam rá a figyelmet, hogy hát azért vannak különböző ellenzéki pártok, mert más-más dolgot gondolnak a világról. Ez a 2022-es kampányban annyira nem világlott ki, de hát most Ungár Péter is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb probléma ráadásul egy ilyen egyeztetéssel az, hogy nagyon másfajta válaszaik vannak a probléma megoldására. Mit gondol az LMP erről? Pontosan. Szerintünk az ellenzéki pártok között nagyon sok különbség van, ami nem egy rossz dolog, hiszen mindenki gondol valamit a világról. Van köztünk liberális párt. Hát jobb esetben gondol valamit a világról.
Igen, pontosan, de van köztünk például a liberális párt, a Momentum, van köztünk egy, nem tudom, egy szociális párt, hogyha így nevezik magukat, egy jobboldali párt, van egy zöld párt, aki az LMP, és az LMP azt mondja, hogy mi egy erős államban hiszünk, a többiek nem nagyon hisznek az erős államban, ezért nem nagyon tudunk miről beszélgetni. Tehát az LMP azt mondja, hogy a válságot úgy kellene kezelni, hogy például a társasági adót be kell vezetni egy felső kulcsot 25%-kal, és a multikat meg kell adóztatni. Jók a multik, de adózzanak is. Mert Magyarországon jelen pillanatban a multik nem adóznak, és hát látjuk a tegnapi törvényjavaslatot, a katás vállalkozók azok pedig szépen fognak most pengedni a kormánynak. Beszélünk majd erről egy másik alkalommal, meg az adás további részéből lesz még szó a Katáról, de örülök, hogy ezt a témát is felhozta. Nem akarok régi sebeket feltépni, de itt az utolsó egy-két percben azért érdemes megemlékezni arról, hogy a Párbeszéd nevű formáció a hétvégén tartotta tisztújítását, ahol Tordai Bencét és Szabó Rebekát választották ugye a párt elnökének, Szabó Tímea és Karácsony Gergely helyére, és ők arról beszéltek, hogy tulajdonképpen Magyarországon zöld fordulatra van szükség, egy zöld párt kell, mert hogy a zöld szervezeteknek kell valamilyen fajta politikai képviselet. Én ebben azért éreztem azt a fajta kritikát, hogy mint hogyha arra utaltak volna, hogy hát igen, mi zöldek vagyunk, tehát az elemi logika alapján az LMP nem ezt képviseli. Most van önök között akkor ebben vita, verseny, mi a helyzet ilyen szempontból, és ami külön érdekesség volt, hogy ugye a Párbeszéd bejelentette, hogy felvételét kéri az Európai Zöld Pártba, amiben, ha jól tudom, akkor az LMP tagja, tehát az önök szavazata is kell ahhoz, hogy a Párbeszéd egyáltalán felvételt nyerjen. Igen, az LMP tagja az Európa, teljes jogú tagja az Európai Zöld Pártnak a megalakulása óta. A Párbeszédnél pedig én nem szeretnék, ugye, ahogy mondtuk, hogy mi nem a másik pártokkal szeretnénk foglalkozni, hanem a választókkal szeretnénk foglalkozni, ezért én nem kommentálnám különösebben a Párbeszédes új társelnökök sajtótájékoztatóját. Jó munkát kívánok nekik. Én örülök, hogy még egy párt rájött Magyarországon, hogy a zöld politikának igenis van jövője, és a jövő az csak is zöld lehet. Egy kritikát azért mégis kikívánkozik belőlem, mint egy Budapesttel sokat foglalkozó politikusnak, hogy dicsérti Karácsony Gerget, hogy milyen jó, hogy a Párbeszédnek van főpolgármestere, és hogy az mennyire zöld főpolgármester. Azt szeretném jelezni, hogy nem a Párbeszéd nyerte meg a fővárosi választást, hanem az Összefogás nyerte meg a fővárosi választást, és a Karácsony valóban zöld lett volna, akkor például bevezette volna a dugódíjat, lezárta volna a rakpartot, és sokkal szigorúbb parkolási rendszert vezetett volna be, annak érdekében, hogy élhetőbb legyen Budapest. Ma ez sajnos nem történt meg. Ha konkrét lépések megtörténnek úgy, hogy a Párbeszéd hatalmon van, akkor el fogjuk róluk hírni, hogy a tényleg egy zöld párt. Gáj Józsefet, az LMP szóvivőjét hallották az elmúlt percben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm én is. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 8 óra 5 perc, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A szerkesztőm Toró Nikolett nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és persze azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. A műsor második felében is izgalmas témákkal készültünk önöknek. Csongár Gábor adószakértővel kivesézzük például az új katatörvényt, sokan felháborodtak ugyanis az új szigorúbb szabályokon. Körbejárjuk, hogy mi volt az eredeti célja a tervezetnek, és hogy kik járnak jól vagy rossz a módosításokkal. Aztán beszélgetünk Csőzik Lászlóval, ért polgármesterével, akit annak apropóján hívunk majd, hogy a világgazdaság arról írt, komoly bajba került az önkormányzat, amiért éveken át halogattak beruházásokat a településen. Most azonban a jelentős drágulások miatt már nem elég az a pénz, amelyet korábban a kormánytól kaptak. Hogy mi az igazság ebből az egészből, és hogy milyen megoldása van erre, a megoldási javaslata van erre a polgármesternek, azt ő fogja elmondani majd nekünk. Drágulás ide vagy oda, a Nézőpont kutatása szerint a lakosság döntő többsége továbbra is elégedett a magyar kormány teljesítményével. Ugye erről már korábban említést tettünk a Momentumos Kele Jánosra, amikor folytattuk a beszélgetést. Hogy mi lehet az oka ennek, azt majd Pálfalvi Milántól, a Nézőpont intézet elemzőjétől igyekszem majd megtudakolni. Aztán beszélünk az úgynevezett Uber iratokról is, a személyszállítással foglalkozó amerikai cégnek, ugyanis 100
124 000 oldalnyi belső dokumentumát szivárogtatták ki a Guardiannek. Ebből az derült ki, hogy az Uber lobbistái vezető politikusokhoz is eljutottak a terjeszkedés érdekében. Természetesen magyar szálai is vannak a történetnek, amelyet a Direkt 36 oknyomozó csapata göngyölített fel. A legfontosabb megállapításokkal róla a cikk egyik szerzőjével, Pető Andrással beszélgetünk majd. A műsor vége felé pedig Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk majd arról, hogy brutális az aszály, és emiatt már 400 milliárd forintnyi termés ment tönkre az Alföldön. Nem foglalnak tehát unatkozni, ha továbbra is velünk maradnak, pillanatokon belül folytatjuk is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Benyújtotta a kormány az új katatörvényt. A pénzügyminisztérium közleménye szerint 18 millió forintra emelik a katás bevételi értékhatárt, és a katásoknak csak magánszemélyektől származhat bevétele, kivéve a taxi személyszállítást végzőket. Az adómértéke minden kisvállalkozónak havi 50 000 forint lesz. Amennyiben az országgyűlés megszavazza, az új kataszabályai szeptember 1-i hatályba lépnek. A törvénytervezetről Csongár Gábor adószakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát pestiesen szólva azt szokták mondani, hogy túltolták a biciklit, egy kicsit így lehet tekinteni szerintem, vagy amit én a Facebookon, az ismerőseim körében látok az új katatörvénnyel kapcsolatban, hogy sokan számítottak arra, hogy lesznek szigorítások, hogy egy kicsit nehezebb lesz majd a helyzet, de arra nem, hogy gyakorlatilag kiszalámizzák ilyen szempontból a döntő többségében a katásokat. Miért lehet igen, ez? Igen. Sajnos nem csak pestiesen szólva van ez így, hanem pécsiesen is, szerintem egész ország szerte nagyon sokan le vannak sújtva, illetve fel vannak háborodva ettől a törvénytervezettől, mert nagyon nem erre számítottunk, vagy legalábbis nem ilyen mértékben, mint amit a tegnap benyújtott, és vélhetően a mai napon már elfogadásra kerülő törvénytervezet tartalmaz. Ugye itt Parag Rászó is megszólalt az ügyben, őt idézi a Világgazdaság, aki azt mondta, hogy kissé erőteljesre sikerült a kata módosítása. Tehát ugye ez azért érdekes, mert annak idején az egész folyamatot tulajdonképpen nem a kormány kezdeményezte, hanem igen, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara volt az, aki azt mondta, hogy változásokra van szükség, szigorítani kell a szabályokon. Ugye arról azért, a környezetemben is tapasztalom, hallunk ilyen történeteket, hogy sokszor bújtatott foglalkozásra használják a katát. Ez a része rendben van, tehát valamilyen fajta módosításra szükség lett volna. De úgy néz ki, mintha Parag László, ez persze lehet, hogy csak egy kommunikációs trükk az ő részéről, de minthogyha még ő sem számított volna ilyen szigorú módosításra. Igen, ez elképzelhető, hogy így van, ugye Parag úrnak voltak olyan nyilatkozatai ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként, amit nyilvánvalóan a vállalkozók mi sérelmeztünk, ugye, hogy főleg egy vállalkozásokért lévő érdekvédelmi szervezettől jönnek ezek a javaslatok. Aminek ugye kamarai tagságot kell elvileg fizetni azért, hogy képviseljék önöket. Így van. És ráadásul ugye annak idején, amikor 2013-ban ezt azért ne felejtjük el, megalkották ezt a kata adónemet, ugye gyakorlatilag szó volt arról az elején, hogy azok a vállalkozások, akik katás adózótól fognak számlát befogadni, meg kell, hogy növeljék a számla értékével az adóalapjukat, és pontosan a jogalkotók, akik ebben a döntésben részt vettek, tették ezt semmis, és gyakorlatilag ugye megengedték, hogy a vállalkozásoknak lehessen számlázni, és azt a vállalkozások is mindenféle szankció nélkül be tudják fogadni és elszámolni. Sokkal szerencsétlenebbnek érzem már a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a hozzáállását ehhez az ügyhöz, mint amit Parag úr tett. Ugyanis ugye ők volt, hogy nyilatkozatban elhatárolódtak a Parag Lászlónak a kijelentéseitől, majd utána gyakorlatilag kihoztak egy tanulmányt, amiben nem is annyira burkoltan, de gyakorlatilag minden harmadik, negyedik katás adózót adócsaláson vagy adócsalónak minősítették. Hát vélhetően a szakemberek nincsenek tisztában bizonyos iránymutató európai bírósági ítéletekkel, ide gondolok például a Halifax és társai ítéletre,
ami azért erősen kimondja, hogyha az alábbi, vagy a most általam elmondott négy feltételből bármelyik megáll egy gazdasági ügylet, akkor adócsalásról nem lehet szó. Az egyik ilyen, hogy az ügyletnek van valós gazdasági tartalma. Hát induljunk ki ebből, hogyha valaki már számlázik, akkor valószínűleg egy valós gazdasági tartalmat számláz le. A másik, hogy nem adóelőnyre, hanem másmilyen előnyre törekszik. Más adóelőnyre törekszik, ez a harmadik, de nem áfa előnyre. Én azt gondolom, hogy a kata adó nem választás ezt szintén alátámasztja. És ugye még van egy ilyen, hogy áfa előnyre akar igényt tartani, de az nem ellentétes ugye az Európai Unió hozzáadott értékadó irányelvével. Én azt gondolom, hogy ebből a négy feltételből egy-kettőnek biztos, hogy megfelelt eddig az összes katás adózó, és hát ugye gyakorlatilag egy huszárvágással ezt most kiveszik tőlünk, és még egyet hadd mondjak, bocsásson meg, az, hogy múlt hét szerdán 6-án elindítottak egy konzultációt, amit szerintem rengetegen kitöltöttek. Én ahogy látom, még most is elérhető a BKIK-nak a honlapján, és hát kizártnak tartom, hogy ennyi idő alatt bármilyen szinten fel lehetett volna dolgozni, vagy figyelembe lehetett volna venni azt a, el tudom képzelni, hogy sok ezer, sok tízezer, vagy akár százezernyi válaszadást a konzultációba, ahol elősen irányított kérdések voltak, és nagyon-nagyon nem erről szólt, amit sugalt az a közvéleménykutatás, mint ami most kijött a törvényben. Hát lehet, hogy én is egy véleménybuborékban vagyok ilyen szempontból, de én se azt látom az ismerőseimen, azokban a reakciókon, amiket látok az interneten, hogy olyan túl nagy társadalmi egyeztetés lett volna erről. Ugye a legfőbb megállapítása az az, hogy 18 millió forintra emelik az összeghatárt, ugye ez az, ami fölötti összegnél kell egy úgynevezett büntető adót fizetni, de 18 millió forintig lehet ugye számlázni. Ami viszont, tehát ez egy pozitív fejlemény. Ez az egyetlen egy pozitívum, talán ezt ki lehet ragadni a törvénytervezetből. Viszont ami elképesztő, az az, hogy a jövőben már csak természetes személyeknek lehet számlát kiállítani, és hogy főállású katásnak kell lenni. Ugye sokszor választották ezt a fajta adónemet azok is, akiknek volt valamilyen főállásuk, és mellette kiegészítő tevékenységként végeztek egyéni vállalkozást. Gondolok itt arra, hogy mondjuk van egy pedagógus, aki szeret mellette, nem tudom, szappant főzni, vagy akármilyen dolgot csinálni, vagy gyerekmese könyveket írni, és akkor ezt a tevékenységét a megfelelő teorszámokkal lefedve eddig tudta abszolválni. Most már a cégeknek nem lehet számlázni. Ebben mi a logika? Ugye az egész módosítás mögött az volt, hogy fehéríteni kell a gazdaságot, hogy még jobban. Hát ez nem oda vezet, most ez nyilván egyben egy ilyen irányított kérdés is volt, vagy ilyen sugalmazó kérdés volt, de hát én ebből azt feltételezem, hogy ez inkább abba az irányba fogja elvezetni, hogy amiről eddig volt számla, arról most nem lesz. Igen, sajnos minden szavával egyet kell, hogy értsek. Én azt gondolom, hogy ezt, hogy a vállalkozási B2B szektornak való számlázást egy az egyben kivették, ez gyakorlatilag egy teljesen érthetetlen lépés. Nyilvánvaló, hogy amit eddig számlással meg lehetett oldani, azt nyilvánvalóan egy jelentős részét az adózóknak, és ezt természetesen csak feltételes módban mondom, hát ugye bizony feketézésre sarkalhatja, és ismét megnőhet a számla nélküli kifizetések, tranzakcióknak a száma. Hát mondjuk tegyük fel, van egy nyugdíjas nyelvtanár, aki szabad idejében azt mondja, hogy jó, ő már igazából letette a lantot, tanítani már nem akar. De mondjuk esetleg szívesen vállal magán vállalkozásba otthon diákokat, és esetleg megkeresi egy cég, hogy te figyelj, kellene tartani egy intenzív nyelvkurzus, mondjuk 10 alkalmasat, akkor innentől kezdve nem tudja befogadni a számlákat. Ezt miért csinálták? Megmondom őszintén, elképzelni nem tudom. Egyetlen egy dologra tudok gondolni, hogy csak a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknak engedélyezték ezt a dolgot. Ugye az adóhivatal az adónem indulása óta rendre végzett vizsgálatokat ugye a rejtett munkaviszony megállapítására. Zárójelben megjegyzem, valóban a felhozott 7 feltételből nagyon könnyű volt 2-nek megfelelni, és ezáltal a katásadózó tudta igazolni, és a számla befogadó is, hogy ugye nem rejtett foglalkoztatásról van szó. Mivel hát azt hiszem, hogy annak kellett lennie, nem, hogy a tevékenységnek otthon kellett folynia, otthon és nem... Otthon kell, saját eszközökkel, saját maga osztja be az idejét, és a többi, és a többi.
És hát ugye, mivel nem tudta az adóhivatal rendre megállapítani azt, hogy rejtett munkaviszonyról, fekete foglalkoztatásról van szó, ezért én azt gondolom, ekkora adózói létszám mellett ez nem is lenne egyébként szerintem lehetséges, tehát nincs ekkora kapacitásuk. Én azt gondolom, hogy ezzel a húszárvágással biztosították azt, hogy még véletlenül se tudjon valaki egy vállalkozásnak beszámlázni, mivel csak főfoglalkozásúak fognak tudni szeptember 1-től katázni, nyilvánvalóan ők egyszerűen arra gondoltak, hogyha valaki mellékállásban van, az nagy eséllyel azért katás, mert hogy mondjuk a korábbi vagy a jelenlegi munkahelyére fog beszámlázni. Itt nem kell magyarázkodni, ez feketén-fehéren le van írva, a taxis tevékenységet, személyszállítást végzőket leszámítva. Egyébként zárójelben gratulálok a taxis lobby érdekérvényesítő képességnek. De... hát annak szerintem úgy volt vele a kormány, hogy nem akar egy újabb taxis blokkádot ebben a nehéz időszakban nyakába varni. Másoknak ezek szerint nincs ilyen fajta lobby tevékenység. Hát egyrészt valószínűleg sajnos nincsen ilyen fajta lobby erre. Az, hogy milyen társadalmi megmozdulás lett, hát a Facebookon rengeteget lehet olvasni, ezt szerintem azért a vállalkozók nem fogják szó nélkül hagyni, tehát én azt gondolom, hogy itt is lesznek nagyobb, kisebb megmozdulások. Ma délelőttre egyébként be is jelentettek egy demonstrációt. Igen. Még arra szerettem volna rákérdezni, mert vészesen fogy a műsoridő, és már ugrálnak a fejemen a szerkesztők, teljesen jogosan egyébként, hogy ugye most milyen lehetőség lesz, mert ugye adóév közben vagyunk, tehát szeptember, igen, hogyha elfogadják ma a parlamentben, és hát ismerjük azért a hatalomgyárnak ilyen szempontból a működését, véletlenül ez át fog menni csont nélkül a parlamenten, elfogadják, igen, ezt a dolgot, mindenfajta módosítás nélkül, akkor ez szeptember 1-től életbe lép. Milyen lehetősége marad azoknak a szereplőknek, akik eddig végezték a tevékenységét, most kiszorulnak a katából, ők mit csinálhatnak egyáltalán? Hát első körben röviden mindenkit arra biztatnék, mert a törvénytervezet lehetővé teszi, hogy augusztus 31-ig mindenki 12 millió forint bevételig nyugodtan maxolja ki a katáját, tehát havi 1,5 millió forint visszaszámolva januártól augusztusig ezt tegyék meg. Hogy mi lesz utána, azt pedig azt javaslom, hogy mindenképpen konzultáljanak adószakértővel, könyvelővel, mert mindenképpen döntést kell hozni. Az egyik legevidensebb az, hogy abba hagyják a vállalkozói tevékenységet, amit nyilván át kell gondolni, hiszen annak idején azért kezdtek el vállalkozni, mert előrébb szerettek volna jutni, nyilván több százezer embernek ettől függ a megélhetése. És hát el kell gondolkodni azon, hogyha folytatják a vállalkozást, akkor milyen adózási, ne adj Isten, milyen vállalkozási formát választanak itt a társas vállalkozástól kezdve az általáni adózáson át, vagy a személyi jövedelemadó szerinti adózásig, gyakorlatilag nagyon sok minden szóba jöhet, ehhez viszont már szakemberre lesz szükségük, és sajnos mivel megint egy 30-45 napot hagyott a jogalkotó jó magyar szokás szerint arra, hogy felkészüljünk egy új helyzetre, én azt javaslom, hogy a lehető leghamarabb kérjenek időpontot is, kezdjenek el nagyon konzultálni. Hát korábban ugye széleskörű társadalmi egyeztetést ígért a kormány az uniós pénzek megérkezéséért cserébe, hát most látjuk, hogy ez a széleskörű társadalmi egyeztetés véletlenül már áprilisban lezajlott, úgyhogy a többieknek meg csend van. Köszönjük szépen Csongár Gábor adószakértőnek, hogy itt volt velünk és elmondta mindezeket, folytatjuk még ezt a beszélgetést. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Nagy bajban lehetnek azok a települések, amelyek politikai okokból halogatták eddig a beruházások megvalósulását, írja a világgazdaság.hu. Érd megyei jogú város most azzal szembesül, hogy a háború okozta ársok miatt gyakorlatilag semmire sem elegendő, amit 3-4 éve kapott a kormánytól. A lap szerint akár forrásvesztés is lehet a vége. A beruházások és az agglomerációs városok helyzetéről Csőzik Lászlót, Érd polgármesterét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Bár távol álljon tőlem, hogy mindenfajta sajtóterméket minősítsek, de hogyha jól érzékelem, azért alapvetően a világgazdaság nem baráti az önök politikai csoportjával, oldalával szemben. Először beszéljünk az alapvető megalapításokról. Ugye a világgazdaság azt írja, hogy halogatta a beruházásokat, most fut a pénze után az érdi önkormányzat, mert hogy politikai okokból halogattak bizonyos olyan beruházásokat, amelyekre korábban a kormánytól kaptak pénzt, most viszont egy jelentős árdrágulás van a háború okozta infláció miatt, és hogy most nem elég az az összeg, amit korábban kaptak. Ez igaz?
Ez természetesen nem felel meg a valóságnak. Egyébként a magam részéről kilogikázni sem tudom, hogy mit jelent az, hogy politikai okokból halogatunk egy beruházást. Szerintem minden beruházás jó tud lenni egy városnak, ha csak nem valami égbe kiáltó gazságról van szó, mondjuk egy füstölőgyár építéséről, vagy egy galvánüzemről, de ezekről szó nincs. Tehát természetesen nem halogattunk egyet sem politikai okokból, és más okokból sem halogattunk. Ezek olyan beruházás csoportok, amelyeket megörököltünk az előző ciklusból, rendkívül, hogy mondjam, gazdátlanok voltak, rosszul voltak kezelve, a nulláról kellett kezdenünk ezeket, de egyébként időarányosan nem állunk rosszul ezeknek a végrehajtásában, tehát jelen pillanatban is számos magasépítésű beruházás zajlik a városban kormánytámogatásból. Most hirdetünk győztes két csomópont átépítésében, kezeljük a pályázatokat folyamatosan. Én sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet mögött. Ugye ön is célzott rá, hogy egy olyan sajtóorgánumról van szó, amely hát nem kifejezetten baráti. Ugye ez egy nagy múltú lap volt valaha, aztán 5-6 évvel ezelőtt felszippantotta a Fidesz média birodalma, a Kesma. Meg is szűnt már a nyomtatott változata. Csodálkoztam is, hogy foglalkozik velünk, és két dologra tudok gondolni, az egyik természetesen az, hogy ez a helyi ellenzékünk, tehát a helyi Fidesznek valamilyen akciója lehet, hogy megkereste a lapot, hogy jelentessen meg ilyen dolgokat rólunk. A másik pedig esetleg az, hogy a kormány ugye most egy csomó beruházás elhalasztására, lefújására, megcsunkítására kényszül, és hát nyilvánvaló elbírom képzelni azt, hogy esetleg az ellenzéki vezetési önkormányzatokat ismét diszkriminálni fogják. Tehát, hogy tőlük több pénzt vesznek el, vagy csak tőlük vesznek el pénzt, így tovább, és ezt próbálta megtesztelni a lap. De a benne foglalt állítások nem felelnek meg a valóságnak, eszemágában lett volna egy beruházást halogatni. Hát az a baj, hogy még elméletben se tudok felsorolni olyanokat, ami emellett szólna. Hát az elemi politikai logika alapján nekem inkább ez olyan, hogy az ember, hogyha megörököl az előző városvezetéstől valamilyen elnyert pénzeket és beruházásokat, és frissen megválasztott polgármester, hát ugye mi a 10 millió szalagátvágó országa vagyunk, minden politikus szeret ott pózolni a szalagátvágásoknál. Ha engem megválasztottak volna, én biztos inkább pörgetem, hogy azt mondjam, hogy hoppá, hát ezt már én csináltam, milyen jó tessék, átvágtam, lefotóztak. Most képzelje el például, hogy két hét múlva tartunk egy olyan projektindító rendezvényt, ahol ott lesz feltehetően Vitézy Dávid államtitkár, ott lesz Aracki András országi külgyűlési képviselő, a NIF vezérkara és én. Két nagy beruházásnak az indítójáról van szó, tehát mennek ezek a beruházások. Amelyet egyébként, hogy mondjam, a górcső alá vett az újságíró, az a Tárnoki út felújítása, hogy beszéljünk egy kicsit erről is, ez egy eléggé elátkozottnak tűnő beruházás. Az előző önkormányzat, az előző polgármester, ahogy fogalmazott, szemrevételezésre készített hozzávetőleges terveket és úgy pályázott rá, amelyek egyébként az akkori költségeknek a felét se érték el. Tehát ez egy forráshiányos pályázat volt. Tehát amikor 2018-ban a pénzügyminisztérium a cikk szerint 150 millió forintot adott az akkori önkormányzatnak. Igen, bruttó. Hogy tulajdonképpen ez már akkor sem fette a költségeket érdemben. Így van, aztán sor került a támogatási szerződés aláírására, és akkor ugye ehhez körülbelül úgy kalkuláltunk, mert hogy mi volt a baj? Tehát az volt a baj, hogy azt gondolták, ez egy meglévő út, tehát aszfaltozott, csak olyan, mint a káposztalevél, vagy egy patchwork. Tehát azt hitték az elődeink, hogy ezt elég lemarni, és akkor egy új kopóréteg kerül rá. De hát a részletes tervek készítésekor, amelyek már médőnkre estek, a rekonstrukciós tervek, kiderült, hogy itt jóval nagyobb beruházásról van szó. Tehát hozzá kell nyúlni az út alaphoz is. Na most innentől kezdve meg szembesültünk azzal, hogy körülbelül 150 milliót még hozzá kell rakni, és ugye bejött a Covid, ráadásul kiderült, hogy alatta van egy ikernyomó vezeték, ami miatt lehet, hogy nem is célszerű ezt a beruházást megvalósítani, már bocsánat, ivóvízvezeték, ilyen főnyomó vezeték, ami teljesen elaggott, tehát annak a cseréjére is sort kéne keríteni. Aztán végül úgy döntöttünk, hogy mégiscsak belevágunk, fölvettünk rá hitelt, ugye a hitelfelvételen még elment egy fél év, hogy ki tudjuk egészíteni, tehát ebből is látszik, hogy én semmilyen elnyert pályázat összeget nem akartam visszaadni. Jelzem egyébként, hogy erre nem is került sor, tehát minden
eddig ért, egyetlen pályázatot nem adott vissza, valamennyi elnyert pályázatát csinálja, tervezteti, hogyha olyan stádiumban vagy pedig a végrehajtási szakaszba lépett, akkor menedzseri a beruházást. Akkor az az állítás sem igaz, csak azért pörgetem a beszélgetést, mert egy percünk maradt, és szeretnénk még nagyon nehéz erről beszélni, tehát visszük ezeket, igen, az a lényeg. Mert ugye a világgazdaság arról írt, hogy hiába kaptak például csak nem 6 milliárd forint uniós forrást a legforgalmasabb csomópontok fejlesztésére, a település által kezelt 9 beruházás közül mindössze 2 készült el addig pár száz millió forint értékben. Ez az állítás is valótlan? Úgy kell nézni ezeket a beruházásokat, gyorsan elmondom, hogy a munkaterület átadás előtt körülbelül van egy 2,5-3 éves szakasz, amikor elkészülnek az engedélyes tervek, az engedélyeztetési eljárás lezajlik és a kiviteli tervek, és mindegyik folyamatot egy közbeszerzési eljárás előz meg. A közbeszerzési eljárás körülbelül 3/4 év, ugye ezeken a tervezőket ki kell választani. Tehát 3/4 év engedélyes terv, engedélyeztetés, 3/4 év közbeszerzés, utána kiviteli tervkészítés, ami eltart körülbelül ugyancsak 3/4 évig, majd utána képzeljék, hogy ki kell írni a kivitelezési közbeszerzést, ami gyakran a hihetetlen sok jelentkező vagy a jogorvoslatok miatt elhúzódhat akár 3/4 évig, 1 évig is. Tehát ezt így kell nézni, hogy körülbelül most jövünk ki abba a fázisba a kritizált csomópontok esetében, hogy pont ezekben a hetekben zárjuk le a kiviteli terveket és írjuk ki a kivitelezési közbeszerzéseket. Ezek elvitték az időt. De ezeket menedzseltük, mert amit megkaptunk örökségként, az egyenlő volt a nullával, tehát szinte újra kellett kezdenünk ezeket a beruházásokat. Ugye ezt igazolja az is, hogy mi folyamatos kontaktban vagyunk közben a kormánnyal, az irányítóhatósággal, a pénzügyminisztériummal, a miniszterelnöksége, és ezeket mind-mind leegyeztettük velük. Tehát ezért sem felel meg a valóságnak az, hogy nem csináltunk semmit. A városnak ilyenkor 2 havonta, 3 havonta jelentéseket kell beküldenie, és senki nem jelzett különösebb gondot ezekkel kapcsolatban, tehát úgy látták, hogy jó kezekben van, és jól menedzseljük ezeket a beruházásokat. Polgármester úr, fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt volt, de hát most sajnos elfogyott a műsoridő, és ugye most a körülmények vannak. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, minden jót a hallgatóknak. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Közép-Európa 12 vizsgált országa közül Magyarországon és Szerbiában volt a legmagasabb a kormányzati munkával való elégedettség. Derül ki a Nézőpont Intézet május-júniusban készített közép-európai kutatásából. Mint írják, a magyarok 61%-ának elégedettsége azt bizonyítja, hogy a politikai stabilitás érték, és az nem csak következménye, de oka is lehet az elégedettségnek. A telefonnál Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát milyen nagy apparátusra van szükség ahhoz, hogy 12 közép-európai országba is fel tudják mérni a ottani társadalmi hangulatot? Ugye a kutatás arra tér ki, hogy a koronavírus járványt követően az elhúzódó orosz-ukrán háború milyen kihívás elé állította a világot. És a konfliktus szomszédságában élő közép-európai országok közvetlenül vannak kitéve ennek az energiaválságnak, és magának a háborús inflációnak is. Ezért fontos kérdés, hogy ebben a helyzetben megkérdezte a Nézőpont Intézet azt, hogy mit gondolnak a régió nemzetei a saját kormányuknak a teljesítményéről, és arra jutott, hogy a 12 európai országban, a Magyarországon, illetve Szerbiában a legnagyobb az elégedettség a kormány munkájával. Itt ugye be tudunk számolni arról, hogy a magyarok 61%-a, hogy a felvezetésben is elhangzott, a szerbek 60%-a elégedett a kormány teljesítményével, tehát ez a két ország a legnagyobb mértékben elégedett a saját kormányuk teljesítményével, és az elégedetlenség egyébként mind a két országban 33% volt. Amit érdemes megemlíteni, hogy egyébként mind a két országban április 3-án tartották a választásokat. Amit szerkesztő úr kérdezett ebben, én nem vagyok kompetens, úgyhogy erre a kérdésre nem fogok tudni önnek válaszolni, de minden egyéb kérdésben állok rendelkezésére.
Ugye azok, akik általában az ilyen közvéleménykutatásokat kritizálni szokták, azok mondjuk rávethetik a nézőpont szemére azokat a megállapításokat, hogy milyen érdekes, hogy pont Magyarország és Szerbia az a két ország, ahol a kormány teljesítményével meg vannak elégedve, hiszen a két ország vezetések között azért komoly politikai együttműködés van. Ilyen szempontból is azok az országok, akikkel Magyarország mostanában vitás helyzetben van, konfrontatív helyzetben, ott pedig nagyon elégedetlen a lakosság a kormány teljesítményével. Mi a reakciójuk az ilyenfajta vádakra? Hát ezekre a vádakra egész egyszerűen ugye miután itt komoly módszertanokról beszélünk, a módszertan ad választ. Ugye az adatfelvétel itt a vizsgált 12 közép-európai országban úgy nézett ki, hogy országonként 1000-1000 fő megkérdezésével történt maga a mintafelvétel, és minden országban ez reprezentatív. A 18 évesnél idősebb lakosságra, nem rekordra, régióra, település típusra és iskolai végzettségre vonatkozik ez a mintafelvétel. Az 1000 fős mintanagyság egyébként azt jelenti, hogy 95%-os megbízhatósági szint érhető el, és a maximális mintavételi hiba itt 3,1%. Tehát ez fontos megjegyezni, hogy ennyi hiba százalékkal lehet számolni, de ezek komoly módszertani követelmények, amelyeknek a nézőpont intézet megfelel. Ezek az adatfelvételek egyébként 2022. május 20-a és június 13-a között zajlottak az egyes országokban. Na akkor beszéljünk a konkrét magyarországi számokról. Miért alakulhat az így? Tulajdonképpen már sokszor elmondtuk, hogy hát igen, a Facebook meg a véleménybuborékok miatt az emberek alternatív valóságokban vannak, de hát mondjuk az én személyes valóságomban is azt érzékem, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség, az emberek azért mondogatnak a boltokba, hogy milyen iszonyatos a drágulás. Persze lehet, hogy ennek az okait alapvetően nem a kormány elhibázott gazdaság politikájában vagy külpolitikájában látják, hanem mondjuk, nem tudom, alapvetően csak a háborús helyzet miatt, hogy amiatt növekszik ilyen jelentősen az infláció, de az én személyes környezetemben mondjuk nem feltétlenül azt érzékelem, hogy ennyire megvannak elégedve az emberek úgy alapvetően az élettel. Az ön számaik mögött milyen fajta gondolkodás állhat, hogy mindenki látja azt, hogy nehezebb a helyzet, ezt a kormány is elismeri, hogy gazdasági válság van, azért az Orbán kormány 12 éve alatt nem volt ilyen fajta kihívás, bár különböző krízisekkel meg kellett küzdeni, de azért ilyenfajta gazdasági hatások nem érték őket, és ez mégsem a kormányon csapódik le az önök számai szerint. Hát ez így van, ahogy szerkesztő úr is mondja, van egy általános gazdasági hanyatlás Európa szerte, de az emberek azért nem a saját kormányukat okolják Magyarországon ezért, mert nem a kormány gazdaságpolitikája tehet erről, hanem mind a háborús infláció, mind pedig az elhibázott szankciós politika, ami ugye az energiaválságot okozza, és emiatt az árak emelkedése megtörténik. És ezt igazolja egyébként az is, hogy a többi ország példája éppen, hogy azt a stabilitást kérdőjelezi meg, tehát nem tartja magától értetődőnek, ami Magyarországon és Szerbiában egyébként ilyen formán a kutatások alapján megmutatkozik. Tehát például Ausztriát, hogyha megnézzük, ott kisebb mértékben, de többségben vannak például az elégedetlenek. Ott az osztrákok 46%-a elégedett csak, és 52%-a azt mondja, hogy elégedetlen a kormányának a teljesítményével. Ez ugye visszavezethető az energiahiányról szóló közbeszédre és Kurz kancellár bukásának máig ható botrányaira is, és azt gondolom, hogy ezek azok, amik éreztetik a hatásukat például Ausztriában. De hogyha megnézzük Montenegrót, ott a kormányzat elégedettségi indexe hasonló az osztrákéhoz, 43% volt az elégedettek és 54% az elégedetlenek aránya, de hogyha a Nyugat-Balkán többi országát nézzük, ott is azt látjuk, hogy a bizonytalanság miatt van egy olyan tendencia, ami az embereknek az elégedetlenségét megerősíti.
Hát én egy sváb származású fiú vagyok, a fél családom Ausztriában él, azért szeretnék én egy elégedetlen osztrák lenni ilyen szempontból, de köszönjük szépen Pálfalvi Milánnak, a Nézőpont Intézet elemzőjének, hogy az elmúlt percekben elmondta ezeket a dolgokat nekünk. További szép napot önnek! Köszönöm szépen a lehetőséget! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Mintegy 124 ezer dokumentum szivárgott ki az Uber 2013 és 2017 közötti lobby tevékenységéről. Az adatokat a Guardian Brit lap szerezte és osztotta meg a nemzetközi újságírókkal. Az iratokból kiderült, hogy az Ubernek és lobbistáiknak sikerült bejutniuk több magyar miniszterhez és más magas rangú döntéshozóhoz, hogy nekik megfelelően alakuljanak a szabályok, és a cég 2016 elején kivonult a magyar piacról. A kormány hivatalos állás pontja az volt, hogy az Uber akkor maradhat, ha ők is betartják a taxizásra vonatkozó szabályokat. A részletekről Pető Andrást, a Direkt 36 alapító szerkesztőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mivel kollégák vagyunk, ezért mi tegeződni fogunk egymással szokatlanul, mert a többi vendéggel általában magázó stílusban kommunikálunk. Először is hát mindenképp érdemes arról beszélnünk most itt a Kata törvénymódosítása kapcsán, hogy tényleg ilyen erős a magyar taxis lobby, hogy a más országokkal összehasonlítva nálunk azért ilyen szempontból visszarettentek a döntéshozók, és például az Uber terjeszkedése kapcsán is végül ajtót mutattak a lobbistáknak, és most a Kata törvénynél is ők azok, akik megúszszák ezt az egész dolgot. Hát egyébként igen, tehát amikor így láttam ugye a híreket tegnap, most és én is csak a híreket nem láttam, tehát ennek ezek, de igen, de ez meg akadt a szemem azon, amikor láttam, hogy na igen, hogy a taxisoknál ott a kivétel. Nyilván mondom, egy csomó érvet fel lehet hozni amellett, hogy miért és hogyan, de minden esetre igen, mondom, megakadt a szemem rajta. Igen, ebből a projektből is az derült ki, hogy és egyébként itt főleg a, hát a fiatalabb hallgatókat talán érdemes emlékeztetni rá, hogy ugye 90 őszén ugye volt a taxis blokád, ami ugye hát az egész országot megbénította, és hát ugye egy óriási ilyen válsághelyzet volt. És milyen érdekes, hogy akkor az egész egy radikális benzinár növekedés miatt tört ki. Most ebben van. Is okosabb a kormány gyárstoppat veszettek. Igen. És egyébként, hogy ez évtizedekkel később ez előkerül így aggodalomként, meg így kockázatként. Tehát amikor a kormány 2014-15-ben ugye ezeket tehát az Ubernek a megjelenését, meg az Ubernek a kéréseit az mérlegelte, akkor végül is ugye ezekből az iratokból, amik kiszivárogtak, így kiderül, hogy hát lényegében arra hivatkozva vetették el, hogy ez túlságosan nagy politikai kockázatot jelent. Ugye a taxisok már akkor is ugye voltak sztrájkjaik, és meg egyébként talán azt is érdemes, hogy a cikkben arra, hogy próbálunk emlékeztetni, hogy egyébként az pont az a, hát egy, ha már szintén nehéz elképzelni így a legutóbbi választás eredménynek a fényében, de hogy akkor egyébként a Fidesz nem állt túl jól, tehát elég komolyan veszített a népszerűségéből, sorozatos botrányok rázták meg a kormányt, ugye akkor volt az internetadós tüntetés, tehát hogy egy ilyen kontextusban hozták azt a döntést, hogy inkább nem húznak újat a taxisokkal. Ugye ti alapvetően a hazai szálaival foglalkoztatok a történetnek, egy 124 ezer oldalas belső dokumentáció szivárgott ki ugye a Guardian-en, és ezek a dokumentumok kerültek el hozzátok is egy nemzetközi újságíróhálózat keretén belül. Ti voltatok az egyetlen magyar szereplő, akire rábízták ezeket az iratokat, és tudtatok ebből szemlézgetni, és ebből írtatok egy nagyon hosszú és nagyon olvasmányos cikket, amit a Telexen el lehet olvasni, mindenkit biztatok egyébként, hogy olvass el. Most a műsor keretei arra nem is tesznek elég lehetőséget számunkra, hogy ezt részletesen kibeszéljük, de az mindenképp nagyon érdekes volt, hogy például ilyen szereplők, mint Emmanuel Macron, aki jelenleg francia elnök, ugye korábban az érintett időszakban ugye 2013 és 17 közötti belső levelezésekről, e-mailekről, csetüzenetekről, lobbistákkal folytatott beszélgetésekről van szó ezekben a dokumentumokban, ebben az időszakban
korábban azt hiszem, hogy ő francia gazdasági miniszter igen. volt, vagy a jelenlegi amerikai elnök Joe Biden neve is előkerül, aki akkor alelnök volt, és nekem az nagyon megdöbbentő volt, hogy például van egy ilyen rész benne, hogy arról beszélnek, hogy tulajdonképpen az Ubernek a vezetői azok, akik csuklóztatják a most már amerikai elnököt, korábban ugye amerikai alelnököt, amiért elkésik a megbeszélésről. Igen. Ez így működik? Hát ezek szerint igen, egyébként az kiderült, tehát ugye, itt tényleg nagyon színes, meg ilyen tényleg őszinte, meg kendőzetlen levelezések, üzenetek vannak. Hát, hogy az Ubernek a legalábbis akkori ilyen vezetői, meg középvezetői, hát, hogy is mondjam így finoman, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon arrogánsan, nagyon nyomulósan, és helyenként ugye agresszíven kommunikáltak. És egyébként ez talán azért is volt így, mert az akkori vezérigazgató, a Travis Kalanick, aki azóta távozni kényszerült, hát ő rá is abszolút jellemzők voltak ezek a dolgok. Az ő egyik üzenetváltása az, amikor írja, hogy na, hogyha Biden még egy percet késik, vagy ahány percet késik, akkor annyit levonunk a beszélgetésbe. Igen. Ez szerintem sokat elárul az ő személyiségéről. Hát igen, ugye az Amerikai Egyesült Államok elnökét a világ leghatalmasabb embereként szokták emlegetni, néha mondjuk amerikai sorozatokban, főleg a Netflixen játszódó House of Cards-ban, de hát azért az alelnökség kis személy ilyen szempontból, és elég kemény, amikor egy lobbista vagy egy cégvezető így nyilatkozik róla. Ami még nagyon érdekes volt, hogy ugye a magyar szálakkal kapcsolatban itt szó van Lázár Jánosról, Martonyi Jánosról, korábbi meghatározó, vagy jelenleg is meghatározó politikusokról, Vitézi Dávid is szóba került, tehát elég sok mindenkihez sikerült bejutni a magyar lobbistának. Egy gyors nyelvet elveszik, tehát hogy Martonyi János egyébként őről csak annyi érintőlegesen kerül elő, hogy az ő fiával volt közös cége akkoriban az egyik lobbistának, Sárdi Tamásnak, aki egyébként nagyon sok ajtót megnyitott így az Uber felé. És akkor emiatt tudott ő tulajdonképpen bejutni ide-oda-amoda a fontos döntéshozókhoz. Ami viszont érdekes, hogy végül ajtót mutattak. Ugye ezt a történetet mi is ismerjük Magyarországról, persze a háttérben zajló lobby tevékenységről nem láttunk semmit. Az viszont igaz, hogy én magam is azok közé tartoztam, akik annak idején mondjuk sajnálták, hogy az Uber, ami egy jófej startupnak tűnt, hogy erre a sharing ekonomira épül, hogy az emberek, hát jó, hát valaki megy a városba, akkor mások beszállnak az autójába, olcsóbb, mint a taxizás, egy alternatív közlekedési forma, kicsit racionalizáltabban használjuk az autókat, tehát egy jó, szimpatikus dolognak tűnt. Hát ezekből a dokumentumokból viszont az sejlik fel, hogy itt azért nem egy túl korrekt cégről van szó, de Magyarországon még nekik is ajtót mutattak. Igen, mondom, szerintem ez arra vezethető vissza egyébként ott, hogy tényleg egyszerűen felmérték akkor, hogy az túlságosan nagy politikai kockázatot jelentene, hogyha magukra haragítanák a taxisokat. Tehát ugye a hivatalos kommunikáció persze nem ez volt, hanem az, hogy mindenkinek be kell tartani a szabályokat, és az Ubernek is ugyanúgy, nem tudom, meg kell felelni az ilyen taxizásra, vagy ilyen személyszállításra vonatkozó szabályokra. Biztos ez is benne volt, de mondom, amikor így egyébként akár egy Sesták Miklós, vagy akár egy Lázár János így beszélt közvetlenül ezekkel a lobbistákkal, vagy az Uber képviselőivel, akkor igazából lényegében ezt mondták el nekik, legalábbis így a kiszivárgott iratok alapján, és egyébként így kormányon belül sem volt, tehát nem volt egyébként egy ilyen ösztönös zsigeri ellenézés az Uberrel szemben, sőt, ugye voltak olyan figurák, akik ugye Vitézi Dávid, aki most egyébként pont ugye közlekedési államtitkár, akkor a BKK-nak a vezérigazgatója volt, ő is mondta, hogy ez is kiderül az iratokból, hogy ő amúgy magával a szolgáltatással úgy szimpatizál, meg jónak tartja, meg hasznosnak. Hát ezt akartam mondani, hogy még az én személyes véleményem is alapvetően, ameddig nem ismertem meg ezeket a dokumentumokat, az volt, hogy ez nem volt egy rossz dolog, és inkább azt az álláspontot képviseltem, hogy milyen rossz, hogy a kormány kiszorítja őket erről a piacról. Igen, tehát mondom, ez kormányon belül sem volt így, nem volt egyáltalán nem egy arról volt szó, hogy volt egy ilyen egységes tiltakozás. Azért mondjuk ezekből az iratokból azért sokszor az is kiderül, hogy azért az Uber ugye úgy jelentkezett piacokon, hogy majd ők nem tudom mennyire innovatívak, és majd itt forradalmasítják, és sharing economy, meg nem tudom. És a többi is azért mondjuk ezekből az iratokból kiderül, hogy nagyon durva
tényleg ilyen vadnyugati módszerekkel, mármint ilyen olyan szempontból vadnyugati, hogy ilyen vadkapitalista módszerekkel dolgoztak, tehát ugye úgy próbálták ugye lényegében ugye aláásni a meglévő taxi ágazatokat, hogy komoly támogatásokat adtak ugye a sofőröknek, tehát így igazából nem arról volt szó egyébként, hogy így abszolút piaci alapon működtek, hanem itt azért voltak más eszközök is. Pető András, a Direkt 36 alapító szerkesztőjét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket, a hallgatókat pedig arra biztatjuk, hogy tényleg olvassák el a Telexen a cikket, mert olvasmányos és hát beszédes is a maga nemében. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Szia. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Pusztító aszálytomból az Alföldön több százezer hektárnyi kukorica és napraforgó ment tönkre. Csak ezeknél a növényeknél mintegy 400 milliárd forint a kiesés, de az idei kalászos termés is rendkívül gyenge, írja a Portfólió. Az árpa össztermése 10%-kal múlja alul a tavait, a búza esetében is lényegesen kevesebb termést várnak, mint a korábbi években. A várható tendenciákról, következményekről Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét kérdezik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat! Hát ugye korábban is lehetett hallani már alapvetően az aszályról, hogy ez komoly probléma, de így olvasva az, hogy 400 milliárd forintnyi különböző hektárnyi napraforgó és más dolgok mentek tönkre, például kukorica is 300 ezer hektáron, ez azért borzasztóan hangzik. Igen, sajnos ez több száz, akár ezer család megélhetését is tönkretette. Nagyon nagy probléma ez, gyakorlatilag az alföldi részen egy ilyen túlélési módba kellett, hogy váltsanak a termelők. Ugye nem csak itt a kukorica és napraforgóról van probléma, hanem ugye itt a őszi árpa és búza, aminek az aratása országos szinten a napokba fog befejeződni. Ott hetekkel ezelőtt, pár nap alatt learatták az árpát és a búzát is, olyan kevés termet, úgyhogy nagyon nagy probléma van ebben a térségben. Országos szinten is hatalmas kiesés van, és a kapás növények, amiről beszéltünk, kukorica, napraforgó, abban is várható, hogy az lesz, úgyhogy ez egy ilyen, most szembesülünk igazán a problémával, vagy a nagy közönség most találkozik vele. Mi már hamarabb éreztük ezt a dolgot, sajnos hiába láttuk a csapadékot, nem jött meg, és ennek következménye lett ez. Ez tulajdonképpen a gyakorlatban mit jelent? Tehát exportra jut kevesebb, vagy ez azt jelenti, hogy már Magyarországon belföldi ellátási problémákat is okoz? Vagy persze ez nagyon radikálisan hangzik, és sok családot, termelőt negatívan érint, de ez egyébként még az ellátás nem nehezíti meg, vagy lehetetleníti el. Hát a legrosszabb mellett ennyi pozitívum van a történetben, hogy a Magyarország belső fogyasztás, ez a 2,5 millió tonna búza szükséglet, ez megtermett Magyarországon. Az exportáról viszont elharmadolódott, azt lehet mondani, egy ilyen 2,5 millió tonna búzát szoktunk exportálni évente Magyarországról. Ugye teremünk 3,5 millió tonna környékén, 2,5 millió a belső felhasználásunk, és ugye ezt kell egész évre beosztani, ez egy nagyon komoly feszültséget vetít előre az exportőrök tekintetében, úgyhogy nem hiába a Agrárminisztérium felelős államtitkára azt mondta, hogy akár kormányzati beavatkozás is lehet ennek tekintetében, tehát ugye az elsődleges szempont, hogy Magyarországon maradjon az a szükséglet, ami az egész éves búza felhasználáshoz kell. Ugye ezt következő év idáig ki kell, hogy húzzuk ezzel az eredményekkel. Lehet már hallani esetleg olyan hangokat, hogy az ágazat bizonyos szereplői annyira nehéz, lehetetlen helyzetbe kerültek, hogy feladják ezt a fajta foglalkozásukat? Hát igen, sajnos lehet erre már számítani, és lehet is hallani. Ugye itt most gyakorlatilag az van, hogy mi évenként ciklusokba gondolkodunk, ugye most megvolt a nyári aratás, ugye egy-két héten belül el kell kezdeni
az őszi vetéseknek a talajelőkészítését. Ugye ilyen száraz időben, mert ugye az aszály még tart, tehát nem csak volt aszály, mai napig is van aszály Magyarországon, szabad-e, lehet-e, nekivágnak-e, ez egy kérdés. És ugye 2022. szeptemberében pedig el kellene kezdenünk az őszi káposztarepce vetését, és októberben pedig az őszi búza vetését, hogy a következő évben is legyen Magyarországnak kenyere. Tehát itt most még nem ennél tartunk, hanem annál tartunk, hogy befejezzük az aratási munkákat. Ugye ön is említette azt, hogy esetlegesen belengedték, hogy valamilyen fajta kormányzati segítségre is készek a döntéshozók, hogyha be kell avatkozni. Van már kalkuláció arra vonatkozólag, hogy milyen összegbe kerülne ez a fajta kompenzáció, vagy egyáltalán mire van szükségük? Nagyon jól kialakított agrárkárenyhítési rendszer van Magyarországon. Ugye itt a termelőknek, ennek az egyik pillére a termelőknek be kell jelenteni a kárigényüket. Ugye ezeket összesíteni fogják, meg fogják szemlézni, és akkor utána majd az ősz folyamán fogják ezeket a károkat rendezni. Ugye a másik a biztosítás, és van egy ilyen öngondoskodási rendszer is. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormányzat, hogyha látja, hogy a kárenyhítési alapot fel kell emelni, erre azt hiszem ígéret is hangzott el, hogy fel fogják emelni. A mostani 14-15 milliárdról akár 50-60 milliárd forintra is fel kellhet emelni a kárenyhítési alapot. Petőházi Tamásnak, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Én köszönöm a lehetőséget. További szép napot önnek. És hát akkor ennyi volt már az aktuál. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgatott minket, és hát tartsák meg a jó szokásukat, maradjanak továbbra is velünk itt a Spirit FM-en, utánam Lampi Ágnessel következik a Bistro, az is nagyon jó lesz, remélhetőleg még jobb, mint az én adásom volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.